A 100%-os mérleggel érkező Vasas ellen jól kezdett a mindössze egy győzelmet számláló Nyíregyháza, az első negyedet 4 ponttal megnyerték a cápák. A második 10 perc is kevés pontot hozott, a hazaiak már 14 ponttal is vezettek, végül 32-26-os állásnál mehettek a nagy szünetre a csapatok. A harmadik negyed derekán kiegyenlítettek a vendégek, és a negyedik játékrész döntetlenről indult. Ismét meglépett a Nyíregyháza, de 54-46 után már csak fővárosi kosarak születtek, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadás 5 percben is kevés pont esett, az utolsó sikeres dobása Vasasé volt, így a kékcápák úgy veszítették el a mérkőzést 60-59-re, hogy 45 perc alatt mindössze egyszer, igaz, a legfontosabb pillanatban kerültek hátrányba. Mindenki ott van egy átok csapatnál, én ezt nem hiszem, de szerintem egy jó meccs volt, hihetetlen lehetőség volna, hogy nyertünk egy nagyon jó csapat ellen. Valahogy szerintem, ami ebből meccsből lehet tanulni, ez úgy, hogy a mi erősségünk lesz, kell vidékész lenni, úgy ponton Vasas ellen, ahogy játszottunk, és a más csapatok ellen szerintem ezt a fajta vidékész fogja nekünk hozni a sikeret. A mérkőzésen 7 pontot szerző Geiger Bálint szerint is rendben volt a csapat védekezése, a hajrában pedig a szerencsének is szerepe volt abban, hogy melyik csapat örülhetett a hosszabbítás végén. Szerintem az elején jól kezdtünk, meg volt bennünk az kellő akarat, kellő tűz, ahhoz, hogy akár győztesen is elhagyjuk a parkettet. Az egész héten szerintem jól készült a csapat, felkészültünk a Vasasból, 60 pontot dobtak hosszabbítással együtt, ami szerintem nagyon is jó védekezésre utal. Az 59 pont, dobott pont az kevés. Szerintem egy kis szerencse kellett volna, és akkor mi hagyjuk egy győztesen a pályát. A forduló további eredményei a következők: Deac U23 Budafok 77-67, BKG Prima Akadémia Pécsi VSK 65-75, Meavsz Miskolc Óbudai Kaszások 112-100, Fót Salgótarján 68-65, TF Budapest Cegléd 91-87 és Jászberény Új Budamavc 78-115. A tabella élén a Pécs áll 10 győzelemmel, megelőzve a szintén 100%-os Vasast. Az 1-9-es mérleggel sereghajtó Nyíregyháza szombaton Cegléden lép pályára.